Nagy köszöntöm a Lícom Televízió kedves nézőit. 2022-ben első alkalommal jelentkezünk Eszterházi Sport magazin műsorunkkal, és hát összességében ez már a 22. évad a műsorunknak. Nagyon régóta köszönthetjük kedves nézőinket itt a Lícom Televízió képernyőjén keresztül, és hát természetesen, ahogyan korábban így ebben a szemeszterben, ebben a félében, ebben az évadban is az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem sport élete jelenti a fő figyelmet. És hát az első adásunk alkalmával kicsit rendhagyó módon, nem csapatsportágainkról beszélünk, hanem egy a közeljövőben előttünk álló saját rendezésű események kapcsolatosan fogunk néhány szót váltani. Dr. Boda Eszterrel, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Sporttudományi Intézetének adjunktusával. Eszter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönjük, hogy itt lehetünk és beszámolhatok a rendezvényről. Igen, hát hogy milyen rendezvény, arról mindjárt beszélünk egészen pontosan. Előjáróban annyit érdemes elmondani, hogy a Magyar Országgyűlés 2018 óta, február 22-ét a Magyar Parasport napjává nyilvánította, és hát idén 2022-ben Zsinorban ötödik alkalommal rendezünk parasportnapot országszerte, így az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen is, és hát ennek élharcosa úgymond házon belül természetesen a Sporttudományi Intézet, és hát a szervezők nevében, hiszen pont amikor beszéltünk Eszter arról, hogy, hogy akkor te most főszervező, szervező, az a biztos, hogy többen vagytok főszervező, ugye te is az vagy és hát ilyen minősítésben ülsz most itt a stúdiónkban, hogyha itt erről az egész kezdeményezésről beszélünk, egy kicsit csak, hogy keretek közé foglaljuk ezt, a, ezt az egész parasportnapot, akkor mit gondolsz, hogy milyen jelentősége van annak, hogy egyrészt létezik ilyen parasportnap Magyarországon, más pedig, más, pedig az, hogy itt intézményen belül Egerben is foglalkozunk ezzel? Szerintem ez mindenképpen egy nagyon szuper kezdeményezés, és kell, és úgy gondolom foglalkoznunk a parasporttal, parasportolókkal is. Úgyhogy ez mindenképpen szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon tényleg jó kezdeményezés, ami tényleg már immáron ötödik éve kerül megrendezése országos szinten. Ami szerintem nekünk az mi szempontunkból nagyon jó lehetőség, hogy mi most először tudunk csatlakozni ehhez a rendezvényhez, mert hogy most először engedték a felsőoktatási intézményeket csatlakozni. Úgyhogy lehet, hogy már itt a városban a egyéb közintézményeket vagy közoktatási intézményeknek már ez nem újdonság, viszont nekünk ez szerintem egy nagyon jó lehetőség, mert hogy testközelből és a gyakorlati szintre levéve lehet, lehetséges az, hogy hallgatóknak megmutassuk a különféle parasportágakat, és akár parasportolókat is elhozzuk test közelbe, és ezáltal megismertessük ezt a világot, a sportnak ezt a különleges világát. Igen, hát ugye az nem újdonság, hogy Egerben a sportodomány Intézetéig is nagyon sok sportszakot indít el az egyetem, és hát közel ezer sportszakos hallgatónk jár ide Egerben. Nyilván ezeknek a hallgatóknak azért a gyakorlati elméleti képzésük mellett fontosak az ilyen rendezvények is, és hát ahogy te is fogalmaztál, hogy idén először csatlakozik egyetemünk ehhez a Magyar Parasport Napja nevű rendezvényhez, Mit gondolsz, hogy itt mely szakos, sportszakos hallgatóknak lehet ez egy nagyon jó gyakorlati terep, hogy egyrészt ilyen sportnapot is hogyan kell szervezni, másrészt pedig, hogy a sportnapon belül mi zajlik a rendezvényen. Na, úgy gondolom, hogy ez ugye nem csak nekünk, sporttudományi intézet bárkein belül szereplő hallgatóknak, meg tanároknak ez egy tehát, hogy jó gyakorlat, hanem van nagyon sok olyan szakja szerintem megképzése az egyetemnek, amihez nagyon jól tudnak csatlakozni, például a gyógypedagógia, ilyen, de szerintem nem is kell így kiemelni, hanem bárki, aki szerintem emberekkel foglalkozik, jó, hogyha megtapasztalja ezt a speciális rétegét és az emberi létnek, úgyhogy nem Nekünk meg szerintem kivétel nélkül mindegyik szakunkon érdekes lehet a hallgatóknak, akár szervezés, akár pedig tényleg az egyes sportágak kapcsán. Azt mondtad, hogy eddig nem engedték, vagy nem is tudom, hogy fogalmaztál, hogy nem engedték a felsőoktatási intézményeknek azt, hogy ilyen parasportnapot tartsanak. Lehet, hogy rosszul fogalmaztam, de a lényeg ugye, hogy ha jól tudom, akkor itt egy kiajánlás lett most ez idén az egyetemek számára, hogy szeretnék, hogyha a felsőoktatási intézmények részt vennének ebben a február 22-i programsorozatban. Az, hogy jött egy ilyen felkérés, az evidenciaként működött itt a gerben, hogy Hát, ha most minket erre felkértek, hogy csatlakozzunk, akkor itt Tegelben a Sporttudományi mindenképpen csatlakoznia kell. Igen, lehet, hogy rosszul fogalmaztam akkor, mert nem az, hogy nem engedték, csak nem, hogy igen, hogy nem, nem volt Így életen. van, így van, így van. És hát én úgy gondolom, mondhatom az intézet nevében, hogy nem volt kérdés, hogy természetesen csatlakozni szeretnénk, amennyiben a, a vezetőség is úgy dönt, hogy hasznos lehet ez az egyetlenek, már pedig miért ne lenne hasznos, hogy nem volt kérdés természetesen, hogy csatlakozunk. Ugye ja, azt említetted, hogy itt kimondottan a Magyar Parasport napja elnevezési rendezvényhez idén 2022-ben csatlakozik először egyetemünk, viszont azért azt nem lehetne állítani, hogy a korábbi években a parasporttal nem foglalkoztunk volna kiemelten, hiszen ugye voltak itt inklu inklu inkluzív sportnapok, sportnapok amelyek gyakorlatilag ugyanerről szólnak, csak hát ugye máshogy hívják a gyereket. Így van, így van. Tehát, hogy nekünk ez nem újdonság azért, csak maga az, hogy ehhez az országos rendezvényhez tudunk csatlakozni. Így, ezen a konkrét kifejezett napon ez az újdonság. De egyébként, igen, valóban már volt több alkalommal inkluzív sportnap is az intézet szervezésén belül, intézet szervezése által, ami szintén nagyon sikeres volt egyébként. Sőt, ugye, ha jól tudom, akkor azokon a rendezvényeken ott a, a különböző olyan sportszakos hallgatók, rekreációs szervezők, vagy sportszervezők, ugye? Olyan komoly gyakorlatot is jelentett egy ilyen sportnapnak a megrendezése, ami ugye pontosan erre vonatkozott. Most mennyire vannak benne a szervezésben a hallgatók, vagy Most inkább is. a kollégák? Most is benne vannak, tehát adunk lehetőséget majd nekik az előkészületek során is, illetve majd a nagyobb részt a lebonyolításban számítunk a segítségükre. És természetesen ez egy jó terep lesz abszolút arra, hogy a, a gyakorlatban élesbe kipróbálva az elméleti tudásukat kamatoztat Oké, okay, hát beszéljünk akkor magáról a 22. eseményről, pontosan egy hét múlva, 22-én. Azért is jó, hogy most ilyen keretek között tudunk beszélgetni, mert azt gondolom, hogy akit érdekel majd ez a Magyar Parasport napja, és azonből az EGRI rendezvény, az annak lesz azért ideje felkészülni, esetleg arra, hogy szabadságot vegyen ki, úgy alakítsa a munkáját, esetleg ha hallgatóról van szó, akkor az óráját átütemezze, bár ez nem tudom, hogy lehetséges. Na, de a lényeg az, hogy Jövő héten kedden lesz ez a rendezvény, az Eszterházi Csarnokban, a Leányka úton. Mit kell tudni, mikor kezdünk, mikor zárunk, aztán majd tételesen belemegyünk a programba. Hát így akkor elsőre annyi, hogy fél tíztől, tehát 930 tól kezdődik majd a program, és előre láthatólag 14 óráig tervezzük a programoknak a lebonyolításának a lezárását. Kiket vártok erre a rendezvényre? Házon belül hallgatókat, sportszakos hallgatókat, esetleg kicsit kilépve az egyetem falai túl általános iskolás, gimnazista tanulókat? Hát mivel ez az első évünk még így a szervezés terén, ezért így legfőképpen most házon belül várnánk a hallgatókat, kollégákat, mindenkit, akit esetleg érdekel majd a mi programunk. Aztán a későbbiekben szeretnénk majd odáig is eljutni, hogy egy olyan nagy szabású rendezvény lehessen, amihez már esetleg nem csak itt az egyetem polgárai és dolgozói tudnak csatlakozni, hanem esetleg tényleg városi szinten akkor ez kimondott terv, kimondott cél, hogy a február 22, akkor a sportodományi intézetnek ez most már állandóan bekerül a naptárjába, hogy itt lesz egy ilyen magyar parasportnap rendezvény? Ez a tervünk, igen, úgyhogy bízunk benne, hogy lehetővé válik majd az évek folyamán ez. Igen, ez azért örömteli, mert ugye ami egy ilyen másik fix időpont, mondjuk érdekes, mert a Magyar Egyetemi Sport Nemzetközi Napja, amit ugye szeptember, nem is tudom, hanyadik hetén szoktuk, ott azt hiszem, hogy annak nincsen kimondottan napja, van? Igen, nincs, nincs. mert most ilyen időintervallum van megadva, igen, ott 21 és 25 között, talán így emlékszem, most nem tudom pontosan, hogy van, de igen, igen, hasonló terveink vannak egyébként, tehát nagyon jó lenne, hogyha eljutna olyan szintre majd ez a kis tavaszi rendezvény, vagy tavasz indító rendezvény majd itt, mert még azért februárban nem beszélünk tavaszról. Amilyen ez a, ez a magyar egyetemi sportnapja volt annó. Igen, hát azért is hoztam ezt fel, mert ugye, ha jól emlékszem vissza, és azért már néhány éve itt vagyok ebben az intézményben, emlékszem a kezdetekre, hogy akkor az a rendezvény és a szeptemberi rendezvény is ilyen úgymond picibe indult. Tehát, hogy házon belül megnézzük, hogy hova jut, és aztán ugye jöttek, hogy az óvodások, az általános iskolások, a gimnazisták, más városokból is jöttek, és hát ugye azóta annyira kinőtt a magát a rendezvény, és volt, hogy az érsekkelben kellett rendezni, vagy itt ugye a Liconban, Licom előtt, és hát több ezer résztvevő volt. Akkor ez lehet a cél véleményed szerint, hogy, hogy, hogy a magyar parasportnak a, úgymond, hát nem is tudom, annak a felhívására ennyi embert ide tudjatok csődíteni? Mindenképpen megcélozzuk, aztán bízunk a legjobbakban, rajtunk nem okay. van. na Hát elsősorban akkor a házon belül, de így is lesznek elég jó kis programok, ahogy itt a papíromba nézek, és kicsit puskázok. Hát említetted, hogy 9.30-kor lesz a megnyitó, ahol az Egyetem vezetése és a Intézet vezetése fog néhány szót szólni a résztvevőkhöz. Én azt gondolom, hogy erről csak azért ne beszéljünk, mert egyrészt majd a LICOM televízió képernyőjén keresztül beszámolunk erről a sportnapról, majd ott az ott elhangzottak biztos láthatóak lesznek, meg hát egyébként is ez protokoll. Tehát utána jön az igazi lát, látnivaló. 9.45-től nekem ez van felül a papíromra, ráadásul egy interaktív beszélgetés és élménybeszámoló, nem is akárkikkel. Így van, sikerült meghívnunk, és el is fogadta a meghívást Illés Fanni, aki paralimpiai ugye nyermes úszónk, most legutóbbi olimpiáról, paralimpiáról, úgyhogy ő fog érkezni az edzőivel, illetve az úszószövetségi szövetségi és akkor velük egy ilyen interaktív élménybeszámolót tervezünk egyáltalán, hogy hogy ők hogy állnak a sporthoz, milyen élményeik voltak a világversenyeken, hogy kell elképzelni tényleg ezt a közeget, úgyhogy szerintem nagyon érdekes programnak ígérkezik. Igen, hát ugye ez egy nagyjából három órás beszélgetés, és ahogy említett Illés Fanni mellett a sportoló edzője Szabó most valamint dr. Sós, Sós Csaba szövetség, úszó szövetség kapitány, tehát hogy ugye nem csak a paraúszók, hanem, hanem a, a komplet magyar úszóvállalat szövetségkapitány. kapitány. Azt gondolom, hogy a sportban járatosok pontosan tudják, hogy kiről beszélünk, azért ő mindenképpen nagyon nagy név a szakmában. Mennyire van itt lehetőség az érdeklődőknek esetlegesen kérdezni, kérdezni ezektől a sportszakemberektől? Mivel ez egy moderált, tehát vezetett beszélgetés lesz, én úgy gondolom, hogy nagyon rutinos tapasztalt lesz az, aki majd vezeti egyébként, ugye pont te el, aki vezeted majd ezt a, ezt a beszélgetést, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha érdeklődni fognak, akkor biztos, hogy lehetőséget fogunk nekik arra adni, hogy megkérdezzék az, ami azt, amire kíváncsiak, és hát ez lenne a cél, hogy közelebb hozzuk a hallgatóságot tényleg a, a sportolóhoz, illetve a sportszakemberekhez. Igen, akkor, mint szervezők, akkor picit én is hízelegjek vissza, már kaptam egy ilyen dicséretet. Nagyon rutinosan állapították meg a programot, mert ugye egyből egy előadással kezdődik, amikor még a figyelem azért egyértelműen tud központosulni. Utána jönnek a gyakorlati részek, viszont ugye egy 10-30-an megadva, hogy innentől jönnek a különböző sportági bemutatók. Csörgőlabda, itt lesz előadás élménybeszámoló, 5-10 perces bemutató azt van még itt nekem, hogy a sportágot ki is lehet próbálni a hallgatóknak. Így van, ez is egy nagyon érdekes tapasztalatot jelenthet szerintem a hallgatóknak, mert ugye itt a csörgőlabda az kifejezetten látássérült sportág, speciális sportág, tehát az, hogy ezt a fontos érzékszervet ugye nem használva, kiiktatva, hogyan lehet, ugye izgalmas játékot végezni, ezt kipróbálni a gyakorlatban szerintem mindenképpen jó, hát nem is mondom, hogy buli, de hogy biztos, hogy jó tapasztalás lesz a hallgatóknak. Nagyon lelkes Csapat érkezik egyébként, akik már 20 éve őzik ezt itt Eger, Eger berkeim belül, tehát 20 éve van itt ez a csörgőlabda egerben, helyi sport így van, és hát nekik a vezetőjük, ö, ő pedig válogatott játékos volt ebben a parasportákban, úgyhogy... Ö, Szerintem nagyon jó kis program lesz ez Igen, is. Hát ez, ez nagyon érdekes lehet, és gondolom, hogy akik majd kipróbálják azoknak is, hiszen azért mi szerintem el sem tudjuk képzelni, hogy ha minden érzékszervünk működik, hogy milyen lehet az, hogyha valamelyiket elveszítjük és ez a csörgő, de ez pont olyan, hogy ugye jól tudom, te is azt mondtad, hogy ugye itt látás uh, sérült emberek, tehát itt nem kimondottan uh, látásukat elvesztő személyekről van szó, hanem mondjuk csökkentett uh, képességgel bíró, látásképességgel bíró személyekkel. És hát, hogy jól tudom, akkor pontosan emiatt mindenkinek el le van takarva a szeme. Tehát, hogy mm. ne lehessen az, hogy valaki picit jobban lát, és hogy ez, ez, előnyt jelentsen. Hát az biztos, hogy nagyon érdekes lehet, amikor teljesen le van takarva a szemet, semmit nem látsz. És hát ugye nagyon fontos ennek a sportágnak, hogy uh, Hatalmas csend meg kell lenni, tehát Így itt a nézőknek síri csendben Így van, pont azért, hogy ugye a hallásra támaszkodva próbálják a labda helyzetét majd megállapítani. És hát ugye itt is uh, gyakorlatilag egyébként ez a csörgő labda, a kézi labda, a szövetség belül működik már most. Ezt a tájékoztatást adta nekem egyébként a, az Egyesület vezetője, és hogy, hogy gyakorlatilag el se tudjuk szerintem képzelni tényleg, hogy milyen az, hogy úgy játszani labdasportágat, hogy nem látjuk a labda labdát. Úgyhogy tényleg az, arra bíztatok mindenkit, hogy jöjjön és próbálja ki. Mint ahogyan például a kerekes székes kosárlabdát is, mert a programban ez következik majd a csörgőlabda bemutató, bemutató után. Hát itt itt ugye sokkal jobban tudjuk használni az érzékszerveinket, hiszen látunk, hallunk, de hát nyilván ez egy, ez egy korlátozott mozgást igénye, hiszen a kerekes székben történő közlekedés a pályán, onnan ülőhelyzetből történő dobás, azért ez is egy teljesen más szituáció. Itt kiket láthattok vendégül? Itt nem helyi érdekeltségű az Egyesület, akik jönnek, hanem Miskolcról sikerült hívnunk kerekesszékes sportolókat, nagyon lelkesen elfogadták egyébként a meghívást, és ők nem először vannak már itt egyébként, mert az inkluzív sportnapunkon már ők bemutatóztak itt, és itt is tartanak majd előadásba, be, bemutatják egyáltalán a sportágot, a specialitásait, illetve hoznak olyan speciális eszközöket, amikkel ugye hasonlóan hozzájuk egy pár, pillanat erejéig az mozgás korlátozottá válhatnak azok majd, akik ugye, kipróbálják ezt a sportot. Tehát olyan speckó kerekesszékeket, amivel ugye, ők tudják azt próbálni, amit ők élesben Tehát Akkor annyi kerekesszéket hoznak, hogy tényleg itt, hogyha mondjuk egy random meccset le akarnak bonyolítani a jelentkezők, az érdeklődők közül, akkor mindenkinek erre van lehetősége. Így Papírra. ez a terv, igen. Uh -huh. Tehát, hogy hoznak ilyen eszközöket, és akkor ki lehet ezt is próbálni. Tehát, hogy nem csak az, hogy Megnézi az ember, hogy hogyan működik, hanem tényleg a saját bőrén tapasztalhatja, hogy milyen úgy szlalomozni a pályán, hogy górul az ember, és nem fut. Az elsősorban én azt gondolom, hogy az egyetemi kosárlabda csapatunknak is biztos nagyon érdekes ezt kipróbálni, mert az ők, akik ugye ezer éve kosaraznak, azok a mozgások a kisújaiban vannak, hogy mennyire más úgy, hogyha tényleg ülő helyzetben közben haladni, gurulni kell. Hát érdekes lesz az biztos. Tehát majd erről is beszámolunk, hogy milyen volt az a kerekesszékes kosárlabda. És hát ugye déltől na, egészen a program zárásáig különböző további sportágakat lehet kipróbálni. Ügyességi játékok, vakasztali tenisz, vaksak, logikai játékok, tandemkerékpár, darts, tehát sok minden. Mondjuk a darts az nem kimondottan parasport, de hát éppenséggel lehet az is. Itt már majd nem akarunk ilyen vezetetten vinni, hanem akinek, amihez kedve van, azt szépen ki tudja próbálni. Ugye elég sok eszköz soroltál te is, meg lehetőséget sportágat, hogy igyekeztünk minél szélesebb palettát nyújtani itt, hogy, hogy tényleg egy, egy, érdekes, ha már nagyon érdekes volt az eddigi, véleményem szerint program is, akkor egy, egy mindenképpen jó programzárás legyen itt az utolsó. Még egy utolsó kérdés, hogy azok a, az egyetemi hallgatók, akik esetlegesen nem sportszakosak, és hát azt tudom, hogy a sportszakos hallgatók az biztos, hogy oda lesznek vezényelve, hiszen eleve helyszínen vannak, meg hát ha van egy ilyen sportnap, akkor kinek szervezzük, hanem a hallgatóknak. Tehát akik például nem sportszakos hallgatók, de szívesen részt vennének ezen a rendezvényen, Számukra ilyenkor létezik valami igazolás, hogyha óráról szeretnének jönni, vagy mert hát azért nem biztos, hogy minden tanár örül annak, hogyha most nem az ő óráját választja a hallgató, hanem elmegy egy másik rendezvényre. Nyilván, és itt tényleg a kollégáknak is kérjük az együttműködését, meg a rugalmasságát, hogyha ilyen irányú érdeklődés van egyéb szakosoktól, akkor, akkor tényleg próbálják, és mi egyébként tehát általában mindig tudunk adni ilyen igazolást, és szerintem úgy gondolom, hogy ennek most sem lesz szakadálya. Úgyhogy. Várunk mindenkit szeretettel, de akár kollégástól is, Igen. tehát hogy az lenne a legjobb, hogyha oktató, a legjobb, így tartó, van, így van. Ö, oktató és a hallgatók jönnének így van. fel és a akkor hegyre. És látjuk, hogy ott van a hallgató, és interaktívan részt vesz a rendezvényen. Igen, hát um, egy dolog um, jó van biztos ember a történetben, hogy az időjáráson nem múlik semmi, hiszen a csarnokban leszünk. Tehát attól függ, február végi időpont, és most igen, egész tavaszi a levegő odakint, ez nem befolyásol semmi. Az biztos, hogy az eső nem fog elmosni. Hát nagyon sikeres rendezvényt kívánok nektek, meg, hogy hát úgy esetek át a tűzkeresztségen, tűz hogyha kimondottan erre a rendezvény sorozathoz való csatlakozásról beszélünk, hogy aztán ennek tényleg hagyománya legyen hosszú évekig, és hát tényleg olyan mértékeket öltsön, mint akár a Magyar Nem Egyetemi Sport Nemzetközi Napja nevű rendezvény. Köszönöm, hogy itt voltál, Este. Szépen köszönöm a meghívást, és tényleg várunk mindenkit, meg a titeket és a rendezvényen. Ott leszünk. A műsorunk befejező részében pedig, ha bár nem csapatsportágakról beszélgettünk ezen a mai alkalommal, ennek ellenére azért nyilvánvaló, foglalkozunk a műsorunk zárásaként ezzel is. Hiszen az elmúlt hétvégén például mind a négy egyetemi együttesünk érdekelt volt a különböző sportágú bajnokságokban, és hát nem azért költöztem feketében, mert sötét hétvégét zártunk, de ettől még tény, hogy minden egyes csapatunk vereséget szenvedett. Nem is kezdhettünk volna rosszabb időzítéssel itt a magazin műsorunk vonatkozásában, mert egyetlen egy győztes meccsről nem tudunk beszámolni. De hát kezdjük sorjában, elsőként a női kézilabdásokkal. Az Eszterház scmb 1 és női együttese ugyanis az alapszakasz utolsó előtti fordulójában lépett pályára méghozzá, egy abszolút csúcsrangadon. A második Egriek ellenfele a listavezető, még a forduló előtt is 100%-os mérlegel rendelkező Békés Csaba együttese volt, tehát a listavezetőt fogadta a második csapat, és hát nagyon fontos összecsapás volt ez abban a tekintetben, hogy a közelgő házi rájátszásban ennek a mérkőzésnek a két pontja mindenképpen beleszámított. Összel öt góllal kaptak ki a lányok a viharsarokban, és hát ezért szerettek volna visszavágni, tehát bravúr kellett volna a jó eredmény eléréséhez. Az első félidőben még álltuk a szoros állás volt, két góllal vezett a békés csapat szünetben, aztán fordulás után sajnos kijöttek a hibák, el is fáradtunk, illetve hát nyilván a békés csapat, hogy sokkal rutinosabb játékosokkal és hosszabb kispaddal rendelkezik, maga biztos győzelmet aratott. Láthatjuk a dián, hogy az végeredmény 35-27. Cajnálatos ezen kívül az, hogy a csapat egyik kulcsember a házi is, tehát vezető Szecsődi Laura az első féldő végén nagyon súlyos sérülést szenvedett, az orsó csontja tört el a kezében, és hát itt a felvételünkig nem tudjuk még egészen pontosan, hogy milyen kihagyás vár rá. Ha mindenek az akkor holnap a fővárosban vizsgálják majd meg Szecsődi Laurát, akinek ezúttal is kitartást és jobbulást kívánunk. Látjuk a többi eredményt is, és a bajnokság állását is meg tudjuk mutatni önöknek. Olyan szempontból nincs változás, hogy a Békés Csaba továbbra is az élen, amilyen a második helyen, és hát ugye ez a mérkőzés már nem befolyásolta az alapszakasz végeredményét ránk való tekintettel. Mi biztos, hogy második helyen zárjunk. Itt 27 ponttal állunk, tehát a második helyen, és hát tudjuk, hogy az első helyezett jut a felsőházi rájátszásba. Tehát a Békés Csaba, Eger, Orosháza, Algyő és a Kispercs csapata jelen pillanatban lapozzunk és beszéljünk férfi kosárlabdáról, hiszen Máté Balázs együttes az MB2 keleti csoportjában a, 16. fordulóban lépett pályára az elmúlt héten, és hát azok után, hogy az elmúlt időszak nagyon-nagyon jól sikerült a csapat számára, hiszen négy meccsből négyet nyert Zsinorban az együttes. Most vált el igazából, hogy majd mi történik egy nagyon neves ellenféle szemben, hiszen a lista vezető Nyíregyháza otthonába látogattak a fiúk, és hát amennyiben egy szinte egy kulcsember, Pap Bendegúz és két magas ember, a pálinkás testvérek, akik centerposzton bevethetők, nem hiányoztak volna, akkor azt gondolom, hogy brahúr eredmény is születhetett volna, hiszen 33 percig abszolút partiban voltunk a lista házigazdával. A végén azonban teljesen elfáradtunk, és így 75-64 arányú vereséget szenvedtek a fiúk akik azt gondolom, hogy így is erőn felül teljesítettek, és hát ha azt nézzük, hogy az első helyezett otthonában szenvedtek úgy 11 pontos verességet, hogy a féldőben még két egységgel vezetni tudtak, akkor tényleg egy kiváló helytállásról beszélünk. Közben itt láthattuk a többi eredményt is, és akkor itt a bajnokságállása hetedik helyen a fiúk, és amikor legutóbb decemberi adásunkban a kosárlabdásokról beszéltünk, és mutattunk egy tabellát, akkor sokkal rosszabb volt a helyzet a tabellán. Azóta köszönhetően többek között ennek a zsinórban érkezett négy győzelemnek már is ott van a középmezőny, majd hogy nem a tetején Máté Balázs együttese, és hát bízunk benne, hogy ez a fajta szárnyalás folytatódik majd a tavasz hátralévő részében is férfi vízilabdásaink számára is elindult már a tavaszi szezon néhány héttel ezelőtt. Az OB1B-ben szereplő Eszterházi SC csapata pedig ugye tudjuk, hogy nagyon-nagyon jó őszi szezon zárt. A negyedik helyen várhatták úgymond a téri szünetet, és hát innen is kezdhették a tavaszt. Már egy néhány mérkőzést lejátszottak azóta, egészen pontosan most hétvégén a harmadikat. A listavezető 100%-os kás jelen itthon nagyon sima vereséget szenvedtek Tóth Péter tanítványai. Aztán következő hétvégén sikerült nyerni Tatabányán egy góllal, nagyon fontos győzelem volt az, és most az Invictus SC otthonába látogattak a fiúk. Ez azért volt fontos összecsapás, mert ezzel a riválissal szemben indult az ősz, tehát most értünk a bajnokság feléhez, elindultak hétvégén a visszavágók is, és hát az idegenbeli mérkőzésen ugyanúgy három gól döntött, mint ősszel, ugye össze 13 nyertünk hazai környezetben. Most 14-11 a végeredmény, mint láthatjuk, viszont nem örülhetünk Egri győzelemnek. Az Invictus vissza tudott vágni Egri vereségért. Egyébként itt is elég tartalékosan lépett fel az Egri csapat, ezért sajnálhatjuk, hogy ebből pontvesztés lett, egészen pontosan vereség. De hát még így is tartja a negyedik helyét az együttes, amint láthatjuk itt a diánkon. A KSI továbbra is 100%-os második a KSI, és a harmadik az az avus szombathely, amelyek kapcsolatosan hamarosan még szót fogok ejteni, mi pedig ugyan helyen állunk. Végezetül férfi röplabdásainkról is illik beszámolni, hiszen az MB2 C csoportjának 16. fordulójában is csúcsrangadót rendeztek. A listavezető vezető Szolnok látogatott Mákos Attila játékos edző csapata, akik ugye a második helyen, amely együttes a második helyen állt a fordulót megelőzően, és áll most is. Sajnos itt sem jött össze a győzelem, 3 0 ás vereséget szenvedtek el a fiúk. Az első szetet 21-re veszítették el, a másodikat és a harmadikat pedig 18-18-ra. Nagyjából magabiztos hazai győzelemről beszélhetünk tehát, és hát sajnálhatjuk, hogy az idei második vereségünk is megszületett pont a szolnokiak. ellen. A bajnokság állását tekintve ez úgy néz ki, hogy maradtunk a második helyen, viszont mint látható az, ugyanannyi meccsel rendelkező Kazinc Barcika két egységre közelítette meg a harmadik helyen a miénket, és hát tekintve, hogy hétvégén a két csapat egymás ellen játszik, akár egy rossz eredménynek köszönhetően helycsere is fennállhat a tabellán, és én azt javaslom, hogy akkor erre fókuszáljunk most az előttünk álló heti eseményekre. Itt van a következő dia, hiszen a kosarasok kezdik a sort, akik a héten két mérkőzést fognak játszani. Először szerdán Debrecenben a civiskák kku 23 csapatának otthonában lépnek pályára, este 19.45-től, és hát a többi meccs az majd hétvégére maradt. Szombaton női kézilabdásaink utolsó alapszakasz meccse, idegenben Gyálonha tempó káse otthonában. Ez a meccs már nem oszt, nem szoroz, a híreink szerint itt a fiatalabb játékosok és az ifi csapat fele, akik el fognak utazni erre a mérkőzésre. Tehát ezt a hetet már, ezt a hétvégét úgy néz ki, hogy Zsodányi Sándor a pihentetésre, egy pihentetés egyében tölti, hiszen három és fél hét múlva indul majd a felső az irájátszás. jól jön majd a pihenő a lányoknak. Szombaton tehát ez az első mérkőzés, de lesz 18.45-től hazai vízilabda meccs is, méghozzá már említett avus szombathelyjel szemben. Ugye itt a harmadik helyezetről beszélünk, tehát nagyon fontos mérkőzés, komoly rangadó várt Tóth Péter tanítványaira a Bicskei Aladáruszadába. Érdemes lehet majd ezt a mérkőzést a helyszínen megtekinteni. És hát vasárnapra is maradt két mérkőzés, a már az előbb említett röplabda rangadó, a harmadik Kazincz Barcika vendége a második Eszterházi SC, ezt majd vasárnap kora délután, ebéd után fél kettőkor rendezik, és hát még, ahogy említettem, még egy kosárlabda mérkőzés a hétre, 18 órakor az Eszterházi SC csapata a Deac második számú együttesét, attól a harmadik debreceni fiatalokat látják vendégül az Eszterházi csarnokban, tehát elég sűrű a hetünk, öt mérkőzés is, ebből terveink szerint a az Eszterházi SC avus szombathelyi mérkőzést fogjuk jövő héten megmutatni itt a Lícam Televízió képernyőin, de hát csak ajánlani tudjuk a többi mérkőzést is, hogy aki teheti, az mindenképp látogasson el a találkozókra és szurkoljon a fiúknak, lányoknak. Ennyi fért mai műsorunkban, én ugyanakkor ajánlom magunkat, hiszen egyből utánunk a hétvégi Békés Csaba Lennyi, női kézelad mérkőzés felvétele következik. Jövő héten kedden pedig itt leszünk újra az Eszterházi sporttal. De még nem a magyar parasport napjával foglalkozunk, azzal majd egy héttel később. Bízunk benne, hogy tetszeni fog önöknek, és hogy velünk tartanak jövő héten is. Ezt köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, és hogy ezt az utolsó 10 perces blokkomat kibírtad. De hát ez már csak ilyen. Sok sikert a jövő héthez! Köszönöm szépen. Kedves viszont látásra. egy hét múlva találkozunk.